és aztán ott álltak egy cirkuszok, verekedések, amit... Biztos sportot nem, szóval a boxon inkább jellemző, különösen. Közben a kollégák a tengeren túlon mulatják az időt, és 2002. februárjából látunk egy Hopkins-Carl Daniels mérkőzést, és ha jól emlékszem, akkor ezt is élőben közvetítettük. Hát nem tudom, hogy miért pont ezt a mérkőzést választották, és az sem hirtelen, hogy milyen hamar ér majd véget, gondolom olyan hamar, amilyen hamar szükségük van a kollégáknak, de persze mi is böngészhetjük addig, és nézhetjük Bernard Hopkins boxát. Ha jól látom, akkor a tizedik menetig tartott ez. Daniels itt már kicsit menekülőre fogta a dolgot. Nem bekapott két kellemezünk, és amikor elveszett az egyensúlyát. Már ettől kezdve már technikai dolog, hogy mikor fogsz lemenni. Igen. De nincs benne semmi indulat, gyűlölet, nem sürgeti a dolgot, hanem most végzi az igazi. Nem? Igen, hát amikor az edzőteremben ugye begyakorolta, kidolgoztak, most mindenki maximálisan teljesen magától értett. Mérkőzés, de hát az nem jött össze. Igaz, hogy Hopkins, Hopkins Roy Jones bunyóból. Persze. Hát egy jó visszavágó lehetett volna, ki tudja, hogy mi lett volna, az eredmény. Bár ugyanilyen jó lehet majd esetleg egy Glenn Johnson elleni, aki persze azóta, mondom, például legyőzte Roy Jones-t. Igen, csak abban az időben két fénykorában leméri be az ellenfelvétje, csak izgatja, hogy... Igen, ez az a fénykora. Igen. Roy Jones-nál lehet tudni. Hogy... A mai élő mérkőzésre. De hát jó nézni Hopkins-t, így archív, félig archív felvételeken is. És Daniels azért nincs egészen újszerű állapotban. Szóval itt már nem csereszabatos, azt hiszem. Future in the Boxing Hall of Fame is a undisputed middleweight champion of the world. Én megvárom a gongszót, aztán majd elmondom azt, ami bele fogja a közönség hajszolni őket. Bal egyenes, az az egyik erőssége Eastmannek. Los Angeles-i nagy arénában volt. Hopkins szája szögletében. Ez mindig volt. Én neki láttam már ilyen mérkőzését. Hopkins csinál, nem szokott ő egy nyílt támadást. Balharag. Hagyjunk ilyen egy kis folyamatosságot. Előtte Bob Fitzsimmons, még 1800-as évek végén, Randy Turpin 1961-ben legyőzte Ray Robinsont és lett világbajnok. Szép! Ez volt a taktikája, hogy megvárja még itt. Ütő kör, maradjunk annyiban, itt a negyedikben már több az akció. Igen, sokszor kritizálták már Hopkins-t, hogy unalmas, monoton az ökölvívása. De hát az idő őt igazolt eddig. Hogy csinál magának, ezt majd még eldöntjük. Nem, 3-4 próbálkozás Eastmantől nem ért el Hopkins-t, most sem. Viszont közben Hopkins egy balhorgot nagyon benyomott Eastmannek, aki rohant előre. Eldobta a bal kezét most Hopkins, ha az befér. De hát amilyen állapotban van, boxolatlanságban. Szerintem ezt ő önvédelem. Hopkins, és aztán ő indít. Hoppá, viszont jött két bal. Eastman is ütött kettőt a trónról, főleg amióta a szép fiú Delahoyát megverte, remek balharog, még egy! De Hopkins. Milyen szép, hát jobbra, balra, mindent. És nagyon jót tesz a meccsnek, hogy Eastman nem... Nagyon szépen vette jobbra, balra, balkézzel. Hopkinsnak állhat az ászló. Szép. Megint elérte. Nem véletlen, hogy Eastman ott marad. Átszadott Csopival, és nem értette, hogy a bírók miért léptették le. Bizony, bizony, komolyan álcsúcsra irányuló ütés. Zúgy, de hogy? Át is futott rajta, az egész mozdulatsor olyan volt. Kár, hogy nem folytatják.
Még Roy Jones Jr. is Chetty menetben villanásai, mint a menet. 19 éve Lloyd Hannegan legyőzte Donald Currie-t óriási meglepetéssel. Éves papa gyorsaságban is felülmutorítja Hopkins ellenfelét. De próbálkoznak. Egy jobb horog. Szép megelőző. Hú, de szájon vágta most a brittet. Aztán még egy horog. Benne is van. Szép leütni. Úgy bizony, hú. Na, ilyeneket nem látunk Eastmantől. Csóválja a fejét Hopkins. Ezzel is megpróbálja ledegradálni ellenfelét. Aztán visszakap egy jobb egyenest. Heteken belül a világbajnok. Igen. Igen, bal jobb. Gyerekhajtál, de most nem épp ezt nem látszom. Most oda áll támadni egy kicsit, hogy hopp, ritmust váltson, és kétszer balhoroggal nagyon eltalálja. Húha, nem, ezt nem kellett volna. Most egy olyan bajnokra talál, jutott ő Eastman ellen, hanem megvárja még Eastman, jön előre, kinyílik és ebbe ver bele. Jaj, ilyen, de szép ebbe volt! Ebbe ver bele ilyen horgokat. Szóval ma nem azt a Hopkins lát. Szépen veszi el az ütések elő Hopkins a fejét. No. Arra bazíroz Hopkins. Hú, a továbbiakban. Érzed, és nekem van egy olyan érzésem, ajj, de én szerintem az utolsó két mert... A mérkőzésen Hopkins. Csillagos ötös taktikából, de ez... Két. A nagy... Tjú! Pont! Kesztyű belső felével talált, ez az, igen. Talán az a jobb. Hopp! Hatásos ütés. Ez a bal felütés is szépen jutott, aztán... Megint. Pillanatban benne van az, hogy nincs annyira sebzett állapotban Eastman, hogy le lehetne írni őt. Ő továbbra is támad függetlenül attól, hogy kapja a... Első hivatásos mérkőzését veszítette a Hopkins, illetve a Jones ellenét. Azon kívül makulátlan a mérlege. Nagyon jó, gyönyörű balhorog újra, aztán egy jobb, jól helyt állt. Mert unalomba fulladt majdnem, hogy de attól kezdve az a taktikai csoda, amit ez a fiú tud művelni. Na, még Hopkins. Eastmannek nincs más alternatív. Hopkins verekedni a közönség kegyei érdemnek. Tudja, mit csinál. Meg sem rendül, megy tovább. Igen, a 41 mérkőzés elég volt arra, hogy ez kiderüljön. Megtanulja tiszt. Igazán nagy megmérettetést. És tessék oda nézni, egy perc van hátra, és azért még mindig nem adja meg magát. Még mindig megpróbál elhelyezni egy olyan ütést, amit tőle esetleg. Persze. Ugye nincs az a fej, amit ne lehetne ütésen. Megint egy balharag. Iskolázik Bernard Hopkins itt a mérkőzés végén. Igen, egy kis örömbúnyó itt a végére. Ő érzi, hogy ezt a meccset nem nyerheti más, mint ő. És ahogy Hopkins-t elnézzük, lesz 21. és 22. is. Nagyon él, nagyon él.